Jó napot kívánok! Akik nem ismernek, nekik bemutatkozom, Kovácsné Kerekes Katalin vagyok, a mai délután háziasszonya. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a 7. Szent Flórián vers és prózamondó verseny döntőjének határon inneni és határon túli versenyzőit, az őket felkészítő tanárokat, a kedves szülőket és minden kedves vendégünket. Nagyon örülök, hogy a sok tehetséges és ügyes karcagi versenyző mellett határon túli barátainkat is üdvözölhetem. Hála Istennek ismét itt vannak. Kérem, hogy mi, házigazdák, karcagi vendégszeretettel köszöntsük és üdvözöljük őket. Köszöntöm az Erdélyből, a székelyföldi Bögözről érkezett kedves barátainkat. Köszöntöm testvérvárosunk Bácskosút falva, de a vajdasági Bácskosút falva versenyzőit és kedves kísérőjüket. És nagy szeretettel köszöntöm a kárpátaljai Nagymozsajról érkező kedves barátainkat. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm körünkben Szepesi Tibor urat, a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőjét, a Dériné Kulturális Központ igazgatóját. Tisztelettel köszöntöm dr. Kovács László urat, a Karcag és Térsége Tűzvédelmért Alapítvány kuratóriumának elnökét. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm, és bemutatom önöknek a zsűrit. Gál Natália színművész, a Beregszászi Színház társulatának tagja, a zsűri elnöke. Barna Sándor úr, előadó művész, a zsűri tagja. Lévai Kálmán, nyugállományú tűzoltóezredes úr, a zsűri tagja. Tisztelettel köszöntöm a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestületének jelenlévő tagjait, az iskolák vezetőségét, tanárait, valamint a Karcagi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság megjelent tagjait, és természetesen minden kedves vendégünket. Szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit, akik majd a képernyőn keresztül kísérik figyelemmel ezt a nemes versengést. Tisztelt jelenlévők! Nagy örömömre szolgál, hogy immár 7. alkalommal kerülhet sor a Szent Flórián vers és prózamondó versenyre. Büszkén mondhatjuk, egyedülálló kezdeményezés, hogy a tűzoltók védőszentjének tiszteletére versmondó versennyel emlékezzenek. Felkérem Szepesi Tibor képviselő urat köszöntői elmondására. Tisztelt képviselő asszony, képviselő úr, elnök úr, tisztelt zsűri, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, kedves versenyzők! A költészet simogatás. Lágyhasú, aranyszín kenyér. Zamata szívektől szívekig ér. A költészet szomjoltó, hűsítő nedű, becéző s felemelő. A költészet illat. Törékeny kis virág. Szirmai közt harmat, könnyes vígasztalás, de tűz is az, izzó parázs. Fénytáraszt, meleget, lángra gyújtja az alvó szíveket. Bősze Éva költészet című versében az izzó parázsról, a lángról ír. De mennyivel másabb tartalmat is hordoznak a költő gondolataiban ezek a szavak, mintha csak a hétköznapi jelentésüket hallanánk, pedig az egyik legfélelmetesebb elemi erőről, a tűzről szól mindkettő. A tűztől való rettegés keltette életre Flóriánnak, a tűz katonájának, Isten tűzoltójának alakját. Kultusza még a középkorban terjedt el, amikor a tűz terjedésének kedvező építkezési viszonyok a kezdetleges oltófelszerelések következtében a legkisebb tűzből is egész házsorokat elpusztító, hatalmas tűzvészek fejlődhettek ki.
A tüzek akkori oltóinak emberfeletti, halált megvető bátorságára volt szükség ahhoz, hogy életeket, javakat menthessenek. Így érthető, hogy a tűzkatasztrófa elkerüléséért egy szentet hívtak segítségül, jelesül Szent Flóriánt, aki a legenda szerint embertársaiért, egy közös ügyért áldozta életét. A mai napon a 7. Szent Flórián szavaló versenyen átvitt értelemben összefor a költői gondolat és a hétköznapi szóhasználat. A tűzoltók hivatása napjainkban is kihívásokkal teli, veszélyes vállalkozás, melynek tengelyében az emberiesség, a másokért való cselekvés és a bátorság Szent Flóriáni hármas eszméje áll, mint ahogyan ez a szavalóverseny szervezése és életre hívásában is megmutatkozik. Azok, akik e szavalóversenyen elindulnak, nagyon fontos lépést tesznek e hármas egység irányába. Arra, hogy egyéniségük legrejtettebb, legtisztább értékeit felszínre hozzák, és igazi, emberhez méltó, hiteles életet éljenek. A költészetben való elmélyedés segítheti őket abban, hogy felfedezzék önmagukban és másokban, és így az egész mindenségben a csodát. Ezúton is szeretném megköszönni a Katasztrófavédelem Karcagi Parancsnokságának, az ott szolgálatot teljesítőknek, a Tűzvédelmi Alapítvány kuratóriumának, a verseny életrehívását, megszervezését, pártolását, támogatását. Köszönöm a résztvevőknek, hogy vállalták a megmérettetést, ezzel is örömet szerezve nekünk hallgatóknak, érdeklődőknek. Köszönöm a felkészítő pedagógusoknak, a szülőknek a fáradtságot, melyel segítették a nevező diákokat. És természetesen köszönöm a támogatók segítségét a rendezvény megszervezésében. Kedves versenyzők, érdeklődők! A költészetnek, mint világító őrtűznek, messzire fénylő szépsége és ereje töltse meg színültig a szívünket reménnyel, buzdítva arra az itt is jelenlévő fiatalokat, olvassanak minél több verset, szeressék az irodalmat, és hogy keressék benne a boldogság egyik formáját, egy nagy titkot, megosztani embertársainkkal a bennünk megszülető szépséget és emberséget. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves versenyzők! Karcagváros önkormányzata nevében is kívánok Önöknek tapasztalatokban gazdag versenyt, kellemes kikapcsolódást és új élményeket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen képviselő úr, igazgató úr kedves gondolatait. Most felkérem dr. Kovács László urat, a Karcag és Térsége Tűzvédelmért Alapítvány kuratóriumának elnökét. Köszöntse kedves vendégeinket! Kedves barátaim, hölgyeim és uraim! A Karcag és Térsége Tűzvédelmért Alapítvány kuratóriuma nevében nagyon nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, versenyzőket, felkészítőket, érdeklődőket, televíziónézőket, valamennyiüket, akik itt jelen vannak bármilyen formában ezen a mai rendezvényen. 7. alkalommal jöttünk össze erre a gyönyörű szép találkozóra, versenyre, és amikor annak idején elkezdtük, akkor még igazából nem tudtunk mindent megfogalmazni ennek a rendezvénynek a igazi céljáról, a körítésről, a gondolatokról, amelyek mindahhoz tapadnak, amely az irodalom körébe is tartoznak. Tettük a dolgunkat, egyik verseny szebb volt, mint a másik, egyik verseny eredményesebb volt, mint a másik, míg nem eljutottunk oda, hogy rájöttünk arra, hogy ezt valaki előttünk már sokkal jobban megfogalmazta, és sokkal jobban a köztudatba elhintette. Gondoljunk csak arra, Íj és Gyula, az ötágú síp metaforájával egy olyan megfogalmazását adta annak a munkának, amit mi még annak idején talán ezek nélkül, a gondolatok nélkül kezdtünk meg, ami mostanra kiteljesedett. A Trianon utáni nagy apátia, ami nem csak a társadalomban, hanem az irodalomban is éreztette hatását, és ez a nagyszerű költő, író ember, ez világított igazából rá, hogy mennyire fontosak ezek a határon túli területek, az ott élő magyarok, a magyar nemzetalkotó részei.
És ezeknek a sípoknak az összhangjáért ő nagyon sokat tett a magyar irodalomban, és azt gondolom, hogy a magunk módján egy picit, csak egy picit mi is tettünk. Én nagyon örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat, és nagyon örülök annak, hogy egyre többen és többen kíváncsiak erre a vetélkedésre, és egyre többen és többen tesznek hozzá egy kicsit a magyar irodalomnak a fejlődéséhez. Én úgy gondolom, hogy most hetedszerre szólt, illetőleg szól az ötágú síp, egyre szebben, egyre összefogottabban, egyre eredményesebben. Én mindenkinek azt kívánom, hogy ezen gondolatoknak az átérzésével és az erősítésével a jövőben is, ha lesz rá lehetőségünk, akkor fogadják el meghívásunkat. Eredményeket, sok sikert kívánok mindenkinek, és azt, hogy legyünk ilyen sokan máskor is együtt, érezzük az ötágú sípnak a szükségességét és a harmóniáját. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Elnök úr, képviselő úr, köszönöm szépen a szívünkhöz szóló gondolatokat. Nem is szaporítjuk tovább a szót, mert a versenyzők már bizonyára nagyon izgulnak. Ezért néhány mondatban ismertetem a versenyzés menetét. Először az alsó tagozatosok lépnek színpadra, őket a felső tagozatosok követik, majd a középiskolások, legutoljára pedig a két versenyen kívül színpadra lépő szavalót hallgathatjuk meg. Az egyes kategóriákon belül az általatok húzott sorszámok alapján kérlek majd benneteket, hogy fáradjatok a színpadra. A színpadon két mikrofon van, és a testmagasságotokhoz leginkább megfelelőt válasszátok majd ki. Tisztelettel kérek minden versenyzőt, hogy az idegeskedést, az izgulást tessék otthagyni anyánál, tanárnéninél, a többieknél ott a székeken, és csak a verset vigyétek magatokkal, illetve a költeményt a színpadra. Nemes versengést kívánok mindenkinek. Elsőként Szijjártó Harmat, a Bögözi Általános Iskola tanulója lép színpadra. Somogyi Tamás a Tűzoltó című művét hallhatjuk tőle. Felkészítő pedagógus a Pálfi Lilla Izabella. Somogyi Tamás a Tűzoltó. Fáradt kezével a tömlőt húzza, de teljes szívvel a tüzet oltja. Nem egy áldozat, hős lesz belőle, ő nem fél, bátran tör hát előre. Bárkiért feláldozná életét, segítségért nem ő nyújtja kezét. Megment mindenkit, akit csak tud, az égő házba érted is befut. Siet érted, történjék akármi, ha kell az autóból, ő vág ki. A tűzoltóság egy szép hivatás, erről kell, hogy szóljon a híradás. Mihály Piaszkowski, bogárka, aki meg akart nőni. Senki se csodálkozzon azon, hogy ez az egész mese a pirinyó bogárkáról szól. Igen, egy közönséges bogárkáról, aki olyan aprócska, hogy még nevet adni is elfelejtettek neki. No, de miről nevezetes ez a bogárka? Hamarosan kiderül. De először az álmokról kell szólnunk, hiszen mindenkinek van egy álma, ugye? Például Csíkoska a tigris nagyon szeretne repülni, de nincsen szárnya. Trikó a zebra, pedig már unja, hogy olyan csíkos, mint egy matrac, éjszakánként arról álmodik, hogy megbarnult, és a tükör előtt gyönyörködik új színében. Bogárkának is volt egy álma. Ő arról álmodott, hogy egy szép napon megnő, és pindurkából óriásivá változik. Nem tudod, melyik gyógyszertárban árusítják a növesztővarázs tablettákat? Kérdezte egyszer, ráérünk még a csigát. Nem tudom, de mondd, olyan nagyon kell neked az a növesztővarázs tabletta. De még mennyire? Sóhajtott bogárka. Úgy szeretnék nagy lenni, ha nem is olyan nagy, mint az elefánt, de legalább akkora, mint az orszarvú.
És mi hasznod lenne belőle? Mit nem mondasz, ráérünk még? Hát rögtön felfigyelnének rám, előre köszönnének nekem. Talán ezen múlna a boldogság. Csóválta meg szarvacskáit, ráérünk még, a csiga. Ki tudja, hogy mi múlik, gondolkodott el Bogárka. De ha úgysem tudod, hol lehet növesztő varázstablettákat kapni, inkább ne is beszéljünk róla. Azzal el is váltak egymástól. Nem sokkal később a következő történt. Dob-dob az orrszarvú 40 tojásból tükörtojás sütött magának, és bekapcsolva felejtette a villanyfőzőt. Természetesen mindenki tudja, hogy ilyenkor mi történik. Kigyulladt a ház. Megijedt Dob-dob az orrszarvú, és elkezdett segítségért kiabálni. Erre odaszaladtak az állatok, csupafog a krokodil, hosszú gallér a zsiráf, csíkoska a tigris, és még sokan mások. Odaszaladtak, és csak álltak. Álltak és bámultak. Az állatok bámultak, a ház pedig égett. A ház égett, oltani meg nem oltotta senki, mert mindenki elvesztette a fejét. Csak Bogárka nem. Elrepült, hogy segítséget hívjon. Leereszkedett a tűztoronyra, és látja, hogy ott üldögélnek a tűzoltó elefántok fejükön a résisakkal, és dominóznak, még a fülük botját sem mozdítják. Tűz van! Zümmögte Bogárka. Segítség! Segítség! Hol van tűz? Mi ég? Kapták fel a fejüket a tűzoltók. Dob-dobnak az orrszarvúnak lángokban áll a háza. Ne vesztegessétek az időt. Úgy sajnálom szegény Dob-dobot, mondta könnyes szemmel Bogárka. No, hátukra kaptak az elefántok egy nagy vizes hordót, és a helyszínre robogtak. Kivonszolták Dob-dobot az égő házból, aztán ormányukból vizet fecskendeztek a lángokra, és eloltották a tüzet. Mert ugye, ha a tűzoltóknak ormányuk van, nincs szükségük mindenféle tömlőkre, meg fecskendőkre. Bogárka csodára örvendezett, hogy a tűzoltók megmentették Dob-dobot az orrszarvút. Örömében csak úgy bukfencezett a levegőben. De még így sem figyelt föl rá senki. Még arra sem jöttek rá, hogy ő, Bogárka volt az, aki kihívta a tűzoltókat. Csak ráérünk még, a csiga tudott mindenről. Derék legény vagy, Bogárka, dicsérte. Nem veszítetted el a fejed a veszedelemben sem, és megmentetted Dob-dob életét, aki majdnem belehalt a tükörtojásba. Hát én ezt még ma megírom a helyi újságnak, és megkérem őket, hogy közöljék le az első oldalon. Miért? Mit csináltam én? Nem tettem én semmi különöset. Persze, ha megszerezhetném azt a varázstablettát. Ugyan, minek neked az a tabletta? Mondta ráérünk még. Igaz, hogy aprócska vagy, de a szíved annál nagyobb, és ez a legfontosabb. Petőfi Sándor, tűz. Nem akarok elrohadni, mint a fűzfa a mocsárban. El akarok égni, mint a tölgy a fellegek lángjában. Tűz kell nékem, víz maradjon a békának és a halnak és a rossz poétáknak, ki békamódra kuruttyolnak. Te vagy az én elemem, tűz. Sokat fáztam életemben, szegény testem sokat fázott, de meleg volt mindig lelkem. Jel, szeretlek, szép lányka, jel, szeretlek, szenvedélye.
De tüzes légy, máskülönben elmehetsz Isten hírével. Hely, kocsmáros, bort ihatnám, tiszta bort, mert ha vizes lesz, megköszönheted, ha a kancsót a falhoz vágom, nem fejedhez. Csak így élet ez az élet, tüzes jánnyal, tüzes borral. És, amit majd elfeledtem, nem maradhat még el a dal. Mondjatok dalt, de tüzes dalt, mert szakadjon ki nyelve, ki úgy dalol, hogy dalától nincs a szív feltüzelve. Nem akarok elrohadni, mint a fűtfa a mocsárban. El akarok égni, mint a tölgy a fellegek lángjában. Berze Nagy János, az aranyparázs. Volt egyszer két testvér, az egyik nagyon gazdag volt, a másik meg nagyon szegény. A gazdagnak sok földje, nagy ménese, zsgulyája volt. A szegénynek meg egy sovány kecskéjese, de gyereke annál több, míg a gazdagnak se fia, se lánya nem volt. Elküldi egyszer az egyik gyereket a szegény ember, hogy kérjen a testvérétől valami kis lisztet meg savót, hadd egyenek valamit. De a gazdag testvér bizony nem adott. A szegény ember gyereke sírva jött haza. Bánkódhatott is eleget a szegény ember, hogy a gazdag testvére nem segíti semmivel. A gyerekek sírtak, hogy éhesek. Hát fölkerekedett a szegény ember, s elindult a szomszéd faluba dolgozni. Este, amikor jön haza, látja, hogy az erdőben tűz ég. Gondolta, megmelegszik egy kicsit, mert nagyon hideg volt. Amikor közelebb ment, látta, hogy a tűz mellett egy öreg ember ül. Jó estét, öreg apám! Köszönt a szegény ember. Neked is, fiam, hát te merre jársz? A szegény ember elpanaszolta gondjait, majd köszönt az öregnek, s hazament. Otthon még jobban sírtak a gyerekek, mert alig ettek egész nap valamicske krumplit, s nagyon fáztak is. Azt mondja a szegény ember a feleségének. Menj el a testvéremhez, legalább egy kis parazsat adjon, mert megfagynak a gyerekek. Elment a szegény asszony, de csak hamar sírva jött haza, mert a gazdag testvér még parazsat sem adott. Na majd hozok én, mondja a szegény ember. Csak egy kicsit messze van, azzal visszaindult az erdőbe. Még mindig ott ült az öreg ember a tűz mellett, attól kért egy kis parazsat. Vigyél, fiam, egy jó lapátra valót, s ami nem fér el a tűzhelyben, az szórt szét az udvarban. Megköszönte a szegény ember, s hazaindult a parázssal. Olyan jó meleg lett a szobába, hogy a felét kivitték az udvarba. Másnap reggel látják, hogy a tűzhely teli van arannyal, de még az udvar is, ahova a fölösleget szórták. Amikor összeszedték a sok aranyat, meg akarták mérni, csak hogy nem volt a házban véka. Elmegy a szegény ember a testvéréhez vékáért. Adok, mondja a gazdag, de csak úgy, ha holnap ledolgozod. A szegény ember megígérte. Otthon megmérték az aranyat, s pont 7 véka lett vele tele. Amikor visszavitette az egyik gyerekkel a szegény ember a vékát, meglátja a gazdag, hogy a véka alján ott van egy csillogó arany. A nagy sietségben nem vették észre, hogy még maradt egy arany a vékában. Szaladt a gazdag ember a szegényhez, mint akibe kutya harapott. Amikor meglátta a sok aranyat,
szeme szája tátva maradt. Hát ez meg honnan van? Kérdezte irigyem. A szegény ember elmesélte, hogy az öregtől kapta az erdőben a parazsat, a fölösleget széterítették az udvarba, s abból lett az arany. Mindjárt ment is a gazdag ember az erdőbe, de nem egy lapátnyira valót hozott a parázsból, hanem egy egész üstel. Olyan jó kedve kerekedett, hogy még futott is. Bolond az én testvérem, gondolta. Igaz, eddig is ilyen volt? No, majd megmutatom, hogy több aranyam lesz. Otthon nem csak az udvarban terítette szét a fölösleget, hanem vitt belőle a csűrbe, s a padlásra is. Nem bírta kivárni a reggelt, már hajnalban felkelt, hogy összeszedje a sok aranyat. Ez volt a szerencséje, mert ha tovább az ágyban marad, ő is ott égett volna a házban, mert bizony az egész ház elégett, a gazdag ember pedig koldusbotra jutott. Hellig Gábor ellenség és jó barát, erdőt pusztít, házat rombolt, mindent elégett. Ha így nézzük, én kijelentem, a tűz ellenséged. Ha így nézzük, én kijelentem, a tűz ellenséged. Meleget ad és világít, megfőzi a kaját. Ha így nézzük, én kijelentem, a tűz jó barát. Ha így nézzük, én kijelentem, a tűz jó barát. Hogyha egyszer beindul, nem ismer féket. Ha így nézzük, én kijelentem, a tűz ellenséged. Ha így nézzük, én kijelentem, a tűz ellenséged. Ünnepeken fénybont, mikor fellobbannak a lángok. Ha így nézzük, én kijelentem, a tűz jó barátod. Ha így nézzük, én kijelentem, a tűz jó barátod. Ellenség vagy jó barát, a vitekessé nyúlik, az igazság pedig egyszerű, csak rajtunk múlik. Ellenség vagy jó barát, csak rajtunk múlik. Szigeti András, őértük szólok, akik nyugalmunkat naponta őrzik, kik szunnyadó parázsban is otthonunkat védik, kiknek barát a tűz, de ha támad, orvul, kezük, lábuk, karjuk, vészjóslóan mozdul. Mi hajtja őket? Talán a szenvedély? Az emberféltés, és az a remény, hogy égboltunk mindig tiszta marad, az önkéntes szolgálat, a hivatástudat. Őértük szólok, kik a poklot is megjárják, a tomboló elemet kalitkába zárják, szembenéznek élettel, halállal, eszel és kátyapartit vívnak a pusztulással. Adassék hát nékik most köszönet, hisz ezért hajszol mindig a lelkiismeret, mert időnk nincs, ha megköszönni, hogy képesek értünk akár tűzbe menni. Nagy László, tűz. Tűz. Te gyönyörű, dobogó, csillagerejű, te füstbe a mozdonyt halálra, hajszold, hogy fekete magánya ne légyen néki teher. Tűz, te gyönyörű, iklet mindenség gyökerű, virágozz a vérző madárban, éges, hogy a sorsod kimondja. Nem hamuváizzó csontja virrasztó igélyek el. Tűz, te gyönyörű, jegeken győztes örömű. Ne hagyd, hogy itt vénhegyünk sorra, lélekben szakállasodva, öltöztes tündért pirosba, repíts az örök tilosba, jéghegyek fölé piros bálba, ifjúság királya tűz. Szigeti András, őértük szólok. Őértük szólok, akik nyugalmunk naponta őrzik, kik szunnyadó parázsban is otthonunkat védik, kiknek barát a tűz, de ha támad, orvul, kezük, lábuk,
karjuk vészjóslóan mozdul. Őértük szólok, kik a poklot is megjárják, a tomboló elemet kalitkába zárják, szembenéznek élettel, halállal, eszelős kártyapartit vívnak a pusztulással. Mi hajtja őket? Talán a szenvedély, az emberféltés és az a remény, hogy égboltunk mindig tiszta marad, az önkéntes szolgálat, a hivatás tudat. Adassék hát nekik most köszönet, hisz azért hajszol mindig a lelkiismeret, mert időnk sincs soha megköszönni, hogy képesek értünk akár tűzbe menni.